Hát az úgy volt, hogy nagyon messze innen, túl a korpakadban, a üveghegyen, mindenen, meghalt az öreg király. És megválasztották az egyszerűen leány gyermekét királynak. Ő lett tanulatban az országban. Igazgatta a népét becsülettel, eljárt a templomba, hogy minden rendes embernek illik. De hát férhez kellett mennie, anélkül mennő van ő. Megjelent nála egy kis ember. Nagyon csúnya ember volt, fekete, üszkös, üdös. Azt mondta neki, hogy te király. Én olyan gazdag vagyok, hogy az egész világot meg tudom vásárolni. Mindent megkapok, amit akarok. Legyél te az én feleségem. Nagyon csúnya volt az ember, mondta neki a királynak, hogy én azért ezen gondolkodnék egy kicsit. Nem szeretnék ilyen gyorsan dűlőre jutni, döntsd el, egy hét múlva visszajövök, ha úgy gondolod, én leszek a férj. Így is volt, egy hét múlva visszajött ez a csúnya ember, aki egyébként a másik, az alsó világban ott volt király. Mondta neki, hogy na, királylány, most már itt az idő, döntsd el, én leszek a férjed. Én téged akarlak. De addig a királylány csináltatott a kádármesterekkel egy nagy hordót, egy akkora hordót, ami egy szobába férte. Hatalmas hordó. Mondta ennek a csúnya embernek, hogy én nem akárki lehet az én férjem, az én uram. Én minden nap abban a nagy hordóban, ami ott abban a szobában van, szoktam inni egy pohárból. De már leürült a hordó. Nem tudok belenyúlni a lopóval, úgyhogy vécés már be, hozzám nekem bort. A hordóból te leszel a férjem. Bemászott ez a csúnya ember a hordóba, hogy kihozza a bort, de akkor a lány, a hordóra előtt ő csináltatott egy nagy ajtót, amit reteszel be lehetett zárni, aztán talán még le is hegesztették volna, de akkor még nem tudtak hegeszteni, mert elég régen volt ez. Rázárta az ajtót, rátolta a reteszt, és abban a csúnya ember többet nem jött ki. Úgy mondott a királynak, hogy azért fér mégiscsak kell, volt egy kondás legény a palotában, aki nagyon tetszett neki, meg is kérdezte, hogy talán kondás legény, tetszem én neki? Hát, megmondom, király kisasszony, tetszel nekem, régóta tetszel nekem, de én nem mertem mondani. Hát akkor legyél te az én férjem. Megölték a lakodalmat, egymás évettek. Annak rendje módja szerint, minden hétvégén, vasárnap mentek a templomba. De az újdonsült királyfi, aki addig kondás volt, nagyon kíváncsi volt. Végig járta a palotát, az összes tovább bejárta, egyetlen egy szobába nem tudott bemenni, ahol a hordó volt. De nagyon furdalta a kíváncsiság. Úgyhogy gondolt egyet, amikor eljött a vasárnap, mondta a feleségének, hogy én most beteg vagyok. Nem megyek. Nem, mert itthon maradok, pihenek. Elhagyták a palotát, kísérette a királylány. Addig járkált, addig kajtatott, míg meg nem találta a kulcsot ahol a szobába. Bement a szobába, ott látta a hatalmas nagy hordót. De hogy benyitott, már belülről kis ember kikiabált, adjál nekem inni vizet, fogjasson. Azok ér neked akár bort is, csak mondd meg ki vagy, azt meg nem mondhatom. Mindegy megszánta, rátett egy pohár vizet a hordóra, abban a pillanatban lepattant egy abroncs a hordóra. Mondta ő benne a kisember, hogy na azért, mert ilyen jót tettél velem, egy életet adok neked. Mennyiben maradtam, eltelt egy hét, megint arra gondolt a kondás legény, csak meglátogatja még egyszer ezt a szobát, mert nagyon kíváncsi volt, hogy ki lehet a hordóban. Megint mondta a kedvesének, hogy én beteg vagyok, én nem tudok elmenni a templomba. Megint ment a szobába, megint megszólalt a kisember, hogy király, vagy nem tudom ki vagy. Adjál nekem egy pohár vizet. Én magam neked egy pohár vizet, akár bort is adok neked, csak mondd meg ki vagy. Azt meg nem mondom neked, de adjál én. Megint rátett egy pohár vizet a hordóra, megint lepattant egy abroncs. Mondta is neki a kis ember belülről, hogy na ezért kapsz tőled még egy életet. Jött a harmadik hét, megint mondta a király, fiú, hogy beteg vagyok. Nagyon furcsa ember vagy, tehát furcsa betegség ez, hogy mindig vasárnap jön elő, mikor én nem vagyok itthon. Ez egy ilyen betegség. Csak otthon maradsz.
benyitott megint a szobába. Újra mondta neki a kisember, hogy kér egy pohárvizet. Megkapta a pohárvizet, lepattant a harmadik abroncs, kiugrott a kisember. Hordóba is mondta, hogy ezért kapsz még egy életet, az a elpont. És akkor jött hazafelé a királylány a templomból. A kisember fölkapta, és magával vitte. Úgy eltűnt, mint a támfog. Hát Luna keresztette a fejét a fiú. Tudta, hogy ludas a dologban, a kíváncsiságban. Csinálta ezt az ót, kajtatott mindenfele, kihirdette az országba, hogy nagy jutalmat kap az, aki segít neki, aki megtalálja az ő feleségét. Meg is jelent egy rémboszorkánynál, mondta neki, hogy az ember, aki itt volt, az volt a Molló Fenyiges. Az alsó világnak az egyik nagy királya. Attól te vissza nem szerzel a kedvesedet. De hogyha elmegy az erdőbe, annak a közepébe van egy lyuk, ha ott lemászol, ott megtalálod a kedvesedet. De ahhoz nem fogod tudni. Föltalisznyázott a királyfi, elvitte magával segédeit, hosszú kötéllel leeresztette magát az alsó világba. És útnak indult megkeresni a kedvesét. Mert három nap, három éjjel eljött egy palotához. A palotában ott volt egy szép lány. Adjon Isten, szép jó nap. Adjon Isten, mi áradban vagy erre? Hát itt még a madár sem mer berepülni ebbe a világba. Elmondta neki, mi áradban. Keresi a feleségét. Mondja neki a király, vagy a leány, hát itt nem jó helyen jársz, mert az én férjem a hétfényű sárkány. Ha az hazajön, az meglát téged, ízek veszed. Búj el, az ágy alá, asztal alá, szekrénybe, búj el, mert ha megjön, szétcincál. Így is volt, hazajött a hétfői sárkány. Döngő léptekkel belépett. Asszony, emberszagot érzek, idegen van a házam. Nem, nem, nincs itt idegen. Jártál, keltél a világban, vadásztál, még annak a szava van az orr, nem? Érzem, hogy itt valaki van, vedd elő. Itt volt mit tenni, előmászott a királyfi az ágyon. Hát te kifia bónya vagy. Hát hirtelen nyilván azt kellett hazudni, hogy a testvére ennek a leánynak. Ő az én testvérem, jött meglátogatni engem, olyan régen nem láttuk egymást, hiszen ez egy másik világ. De most eljutott ide. Hát, hogyha a testvéred, akkor nekem a sógorom, fogadjuk életően, vendégeid meg. Hozzá nekünk kőkenyeret, vészgombulát. Nem úgy van az, mondja a királyfi. Hát, hogyha már sógorok vagyok, rokonok, én ember vagyok, én ezt nem bírom meg, hogy lássál engem vendégül, tisztességesen. Azt mondta egy fői sárkány igazadban, kis sógor. Együnk egy rendesen, nagy lakomát csattak, ettek, ittak, és elmondta a királyfi, hogy mi áramban, hogy ő igazából a feleségét keresi. Mondta a hétfejű sárkány, az akit te keresel, ez a Holló Fenyiges, ez a saját birodalmában akkora úr, hogy azt nem győzhetjük, de holnap elmegyünk a testvéremhez, a kilencfejű sárkányhoz. Talán ő tud segíteni. Így is lett másnap, elment a kilencfejű sárkányhoz. Ott is lakomát csapta, mert a kilencfejű sárkány is barátsággal fogadta. Mondta, hogy ebben a dologban ő se tud segíteni. Nem tud mit tenni, Holló Fenyiges akkora úr a saját birtokán, hogy emberre nem győzheti, de még sárkány sem. De menjünk át a 12 fejű bátyához. Ő talán tud valamit. Átment a 12 fejű sárkány barátok. Elbeszélgettek ott is, lakomát csaptak, ettek, ittak. Mondta neki a 12 fejű sárkány, amit a testvérei is mondtak, hogy Holló Fenyiges legyőzni a saját birtokán nem lehet, de talán megszökhetni. Mint ahogy a váron kívül van út. Minden reggel a királylány oda megy kivízeni. Oda még, akkor onnan megszökhetni. Van itt nekem egy hatlábú ló. Gyors, mint a szél, ülj föl rá, menj el, keresd meg. Így is volt, fölült a hatlábú lóra, elment a palota mellé, Holló Fenyiges birodalmába. És találkozott a szerelmével, a feleségével. Fölült a lóra, indult hazafelé, mint a szél. A Holló Fenyiges is ott volt a palotájában, volt neki egy 8 lábú ló. Az lukkapát nyeríted,
kapálózott, habzott a szája, mondja neki hollófenyéges ellenőr, paripa. Hát mi jutott benne? Hát nincs elég ennivalód, nincs elég innivalód, nincs jó gazdasszonyod, aki lecsutakolja. Hát édesgazdán van nekem ennivalód, van innivalód is, de a gazdasszonyom az már nincs, mert a szökésben van, azt viszik. Erre. Szóval van időm még megfüstökölni? Van időm egy szivalt elszívni? Hogy utána menj? Nyugodtan engedik, szívdel a szivart, utolérjük őket. Így is volt. Megrengelített, elszívta a szivarját. Utol is érték még a határtól, sok mérföldre előtte. Anta királyfén a hullófenyiges királyfén adtam neked 3 életet, most megmarad az életed. Nem szedlek darabokra, de még egyszer meg ne lássalak a portában. Fogta a feleségét, Leila volt királynak, visszavitte haza. A királyfi visszamért a sárkányokhoz, a sógorokhoz, elmondta, hogyan tört. Mondta neki a sárkány sógor, édesöcsém, én nem próbálkoznék a helyedben, mert azért a hollófenyiges durva. De másnap újra megpróbálta. Megint fölült a hatlábolóra, megint elment a kúthoz. De ugyanígy. Így történt a dolog. Elindult vele, hollófenyiges megint máshogy kapálózik, ahol a nyerít, habdik a szája. Na mi van már? Hát nincs ennyi, nincs ennyi. Kutyák egyék a bőrödet, nincs gazdasszonyod, aki lecsutakoljon. Hát van mit tenni, van mit inni, de a gazdasszonyomat már megint viszik. Hát van időm megreggelizni? Van időm még megmosakodni? Reggeliz meg, de mosakodni már nem mosakodj, mert szaporán szedi a lábát az a hatlábú. Így is volt, megint a határ előtt utolérte. Mondta is neki, hogy királyfi, megmarad az életed, mert 3-at adtam, de többet ne gyere a portán. A királyfi nem nyughatott. Harmadnak megint visszatért. Eltézeztett. Mondták neki a sárkány sógorok, hogy ez nem ilyen egyszerű a dolog. Szét fog szedni darabok. De azt mondja, menj oda a kedvesedhez, cseréljével egy gyűrűt és kendőt, és mondd meg neki, hogy itt ez a zsák. Hogy az darabokra cincált téged, hollófenyér. Ebben a zsákba tegye be a darabja, hogy küldje haza a hatáborúban. El is ment a kúthoz a királyfi. Magához lett a királylány, száguldott fel a határ felé, de hollófenyiges utal érte. Mondta is neki, hogy itt neked többet, nincs maradásod. Elfogyott a 3. életed, én most darabokra szedek. Tehát előtte a királyfi elcserélte a gyűrűt meg a kendőt a lányjal, hogy emlékezzenek egymásra. És elmondta neki, hogy engem szétszeded a hollófenyiges, akkor engem tegyél bele a zsákba, ezt küldjél haza. Így is volt, hollófenyiges utolérte őket a határa. Darabokra szabdalta a királyfi. Mondta a királylány, édes férj, adjuk meg neki a tisztességet, hagyd tegyem be ebben a zsákba, küldjem haza a lóval, hogy legalább tisztességgel temessék el ezt az embert. Mégiscsak ő is a férjem volt. Hiszen hát ez kívánja a rend. Hát, bánja Isten, tedd be a zsába, összeszedegette a darabjait az utolsó körömi, föltette a paripára hatlábúra, hazaküldte. Otthon már a sárkány sógorok, tudták mi történik, várták forrasztófűben. Összerakták a forrasztófűvel a királyfit, mondták neki, hogy többet ezt meg ne próbáld, mert több életed nincs. De adunk egy tanács. Lakik itt, az erdő szélen, egy vén boszorkány, menj el te hozzá, álljál a szolgálatába, a szolgálat keres, szolgálj neki 3 napig, mert ott 3 napig lesz tervő, és amikor letelt a szolgálatod, ne kérje semmi fizetséget, csak egy döglött lovat, ott van a hídlás alatt egy döglött ló elásva, azt kérde, semmi más ne fogni. Elvonás? Hogy más? Hidlás. A istállóban volt egy gödör, amiben a trágyát gyűjtötték, az volt lefedve deszkával, gerendával, az volt a hidlás. Alföldi mese, és ott ez volt a szokás. A hidlás alatt ott van az a döglött ló elásó. Azt kér. El is ment a királyfi, belépett az öregasszony portájára, láttam,
hogy a háznak a sarkai koponyákból vannak kirakva. Már csak egy koponya hiányzott, hogy kész legyen a ház az egyik sarokból. Adj Isten, öreg anyám! Adj Isten, édes fiam, szerencsét, hogy így szólítottál, mert másképpen már veled lenne befejezve ott a sarkon, tér lenne az utolsó koponya ott. Mi áramban mondjam? Hát én bizony szolgálatot keresek. Akkor jó helyen jársz, mert én szolgálatot keresek. Nekem van három ló. Azt a három lóat ki kell vinni legeltetni és este behozni. Ennyi a munka. Ha ezt megcsinálod, megkapod a fizetséget, amit kérsz. Aranyat, gyémántot, amit akarsz. Megvacsoráltak, lefeküdtek, reggel kivitte a lovakat, a három paripát. Nem paripát, mert az herélzó, a három volt. Kivitte legelni, de mondta neki előtte a sárkány sógor, hogy leneved a szemed a lovakról. Leneved, mert nagyon gyorsan eltűnnek. Kiment a királyfi a lovakkal, lenevett a lovak a szemét, de egyszer csak megszólalt egy kis madár fölött a bokra, hogy hogy került oda, oda, ahol a madár se jár, de ott volt. És elkezdett csiripelni, és csak egy pillantásra fölnézett a királyfi, és mire visszafordult egy lóhián, nem volt sehol. Elővehette a nyájából a sípot, amit a sárkány sógor adott neki, hogyha baj van, fújja meg. Hát fújta. Aztán odajönt a sárkány sógor. Mi baj? Hát eltűnt egy ló. Na, figyelj ide rám. Ott van az a bokor, a rekettje bokor. Menj oda. Ezzel a kantárral, ami kezedben van, suhíts oda, ott lesz a ló. Így is volt. Rásújított, előrújt a bokor, rádobta a kantát, hazavedette mind a hármat rendben. Csodálkodott az én moszorkány, nem számított rá, hogy mind a három ló visszajön. Megvacsoráltak, lefeküdtek, reggel újra kivettek. Meglegeltett a lovakat, le nem vette lovuk a szemüket. Csak annyi időre, hogy rágyújtott egy hibát. De az épp elég volt, hogy megint eltűnt a ló. Egy a három körül megint eltűnt. Megint megfújta a sípot, megjött a sárkány sógor, mondta neki, hogy menj oda a tisztás szélére, ott van az a nagyfa, amögött bújkál a hűsrál. Kantára, fogd be, itt hal. Így is lett. Ráütött a fára, kantára, előbújt mögül a ló, hazavitte őket. De akkor hallottál, hogy a végboszorkány veszekszik a lovakkal, mert nem akármik voltak ezek a lovak, ezek a végboszorkánynak a lányai voltak, elvarázsolva. Hallottam, hogy veszekszik velük, hogy az úristeneteket, hát mit csináltatok, hát megtetszett nektek ez a legény, hogy nem bújtok el előle, hogy már megint visszahozott benneteket? Hát majd ki kell fizessem neki a fizetségét, ezt még egyszer nem akarom, mert parazsat fogtok vacsorázni, hogyha még egyszer így állok. Hallotta a legény, akkor már tudta, hogy nagy baj van, mert azért a vénboszorkányon nem lehet tréfálni, reggel kivitte megint a lovak. És hogy nem, le nem vette róluk a szemüket, de megint eltűnt egy. Megint megfogta a sípot. Jött a sárkány sógor, mondta nekem, kis sógor, most nagy bajban vagy, mert most a vénasszony már oda vitte a lovakat. Otthon ül rajta, tojásokká változtatta őket. Ott kotlik a tojások. Azt lenne, de elmegyek, bekopogtatok hozzá, kicsalogatom a házból, próbálok neki hazudni fűt, fát, amíg ez így van, addig menj be, dobd rá a kantártot, fészek alja tojásra, és akkor meglesznek a lovak. Így is volt, hazamentek, királyfi elmúlt a hátra, mert az erdőben a sárkány sógor, bedörömbölt az ajtón, tényleg azt, hogy jöjjön ki, beszédem ma magával. Nem megyek ki, nincs nekem feladat, semmi dolgom én itt elből. De addig-addig hazudodod. Beszéltem, csak kiment a vénbanya, egy kicsit pletykálni, addig a királyfi bement, rádobta a kapát, a tojásokra, azok visszaváltoztak lóvá, kivitte őket az erdőbe, majd túlfelől, mintha most jönne a mezőről, bekísért a lóvá. Nagyon dühös volt a vénboszorkány, ütötte, vágta a lányait. Nem volt mit tenni, ki kellett fizetni a fizetséget. Na, édes fiam, leszolgáltad a három napodat. Mit kérsz fizetségül? Hát én bizonyát kérek. Mást gyártomba keltem, beláttam, hogy ott a hídlás alatt bödösödik egy ilyen döglött ló. Én azt szeretném elni. Ugyan már mit kérdezni, döglött lóval?
nem lehet fölülni rá, megenni se lehet, hát most mit akarsz? Én bizony csak azt kérem, én szerény ember vagyok, nem kell alaj, nem kell gyémán, ló. Addig-addig kiásták a hidlás, ahol ezt a döglött lovat. Fölvette a vállára, a legény elkezdett vele balladni hazafelé, vissza a sárkány sógorokat, de nagyon nehéz volt, fél úton ledobta. Ejte, büdös dög bele, és rúgott még kínjel, de büdös dög, hát nagyon nehéz vagyok, mit kezdjek vele. Gondolkodott, hogy a sárkány sógor azt mondta, hogy ez kell, akkor ez kell, visszavette a vállára, ment még bele egy kicsit. Még ballagott egy-két mérföldet. De már nagyon nehéz volt, megint ledobta a föld, megint bele rúgott, hogy büdös dög vagy az Isten verde meg, hát nagyon nehéz veled bírni. Levőtett magát, még egyszer fölvette, amikor harmadszor ledobta, akkor ez a döglött ló, ez egy 12 lábú paripának látott. Gyönyörű aranyszörű jószágban. Itt vagyok édes gazdám. Hova vigyelek? Hogy vigyelek? Úgy, mint a szél, mint a gondolat. Fölpattant a királyfia óra, vigyél engem úgy, mint a gondolat. De akkor a ló ledobta magára. Ez azért volt. Tudod miért? Visszahúzott, elindult, akkor megint ledobta magára. Ez a másodikért volt. Mert hogy ugye bele volt a dögbe. Harmadszor összezette magát. De azt mondta, hogy most mehetünk. Így aztán királyfi elment a kúthoz, jött az ő felesége. De nem ismerte meg, mert amikor a forrasztófűvel összeragasztották, sokkal szebbek, mint előtte. Olyan pálai voltak, nekem, kb. Gyönyörű kackiány pajusza. Nagyon szép legény. Mindenkit, kb. Nem így János, ha? Gyönyörű kackiány pajusza, nem ismerte meg. De akkor elővette a gyűrűt, meg a kendőt, amit elcseréltek. Onnan már tudta a királylány, hogy ez az ő kedvese. Fölpattantak a 12 lábú paripát. Hazaváltattak a sárkány sógorokhoz, nagy ünnepséget csaptak, és a sógorok segítettek neki, elvitték az üreghez, ami fölvezetett a fölvilágba, hazajöttek, aztán talán még mai napig is élnek, ha meg nem haltak. Na.